Michel, biztos sokat tanultál az evangélium terjesztésekor. Megosztod a testvérekkel a meglátásaidat az evangélium terjesztéséről? Persze. Mellesleg miért nem láttam Sheilát az összejöveteleken? Nem hallottad? Sheilát elbocsátották. Tényleg? Na és miért? Nem fogadta el az igazságot, és megzavarta a gyülekezet életét. Hogy megzavarta a gyülekezet életét? Első találkozásunkkor úgy éreztem, törekszik az igazságra. Az étkezések és a kinti séták során szeretett az állapotáról beszélgetni. A legapróbb dolgok is gondolatokat, ötleteket adtak neki, és elgondolkozott önmagán. A közösség vállalása is jó volt. Hogy lehet, hogy nem fogadta el az igazságot, és elküldték? Engem is nagyon meglepett, hogy elbocsátották. Mivel az összejöveteleken könnyekben tört ki, mikor a saját romlottságáról beszélt. Ezért úgy gondoltam, hogy tényleg érti saját magát, és képes megbánást érezni. Érigykedtem is rá, és azt gondoltam, hogy tapasztalt és törekszik az igazságra. Mindig szívesen beszélgettem vele. Csak később kezdtem őt tisztán látni, miután a vezetők ízekre szedték a problémáit. Tudsz többet mondani? Persze. Mint azt tudod, én és Sheila régóta ismerősök vagyunk, jól ismerem őt. Ha találkoztunk, mindig beszélt az állapotáról. Elmondta, hogy gyanakvó, és sokat törődik azzal, hogy mások mit gondolnak róla. Hogy kicsinyes tud lenni, és mindig elemzi, hogy mire gondolnak az emberek. A legapróbb arckifejezés, hangszín, vagy akár egy elejtett megjegyzés is képes volt nyugtalanítani. Aha. Nem akart ilyen lenni, de nem tehetett róla, ilyen volt. Gyakran mondogatta magáról, hogy vele így romlott, csalárd és embertelen, hogy gyűlöli, mennyire fontos neki a státusz, és beszéd közben mindig sírt. Látva, hogy mennyire undorodik önmagától, azt hittem, tényleg meg akar változni. Lehet, hogy ez a romlott beállítottság súlyos. Ez az ő Achilles sarka, és nem könnyű változtatni rajta. Időbe fog telni. Empatikusnak kellett lennem. Bármennyire is lefoglalt a saját kötelességem, ha beszélgetni akart, félretettem a munkámat, és meghallgattam őt. Gyakran vigasztaltam őt, és beszélgettem vele. Az viszont érthetetlen volt számomra, hogy bár Sheila közlése észszerűnek tűnt, és jól ismerte önmagát, mégis, amikor rámutattak a problémáira, azt gondolta, hogy megvetik őt, és negatívvá vált. Folyton ez volt, soha nem változott. Mi több, sok emberrel beszélt erről a problémáról. Sokszor megnyílt előttünk, és sokan közösséget vállaltak vele. De még évek után sem mutatta a javulás legkisebb jelét sem. Igaz. Engem is sokat keresett akkoriban. Elég sokat beszélgettem vele. Igen. Emlékszem egyszer, egy felügyelő egy öntözéssel kapcsolatos problémánkat vizsgálta, és azt mondta, hogy nem vagyunk elég türelmesek az újonnan érkezőkkel. Nem beszélgetünk velük, és nem nyújtunk azonnal támogatást, ami felelőtlenség. A felügyelő ezt az öntözést végző összes dolgozónak mondta, senkit sem emelt ki különösebben. Sheila azonban azt állította, hogy leleplezte és megszégyenítette őt, és így nem akart beszélni. Máskor egy testvér a saját állapotáról vállalt közösséget, és azt mondta, hogy néha nem bánik tisztességesen a gyengébb képességű emberekkel. Közölte a tapasztalatait, és azt, hogyan fejlődött és nyert belépést. De amikor Sheila ezt meghallotta, azt hitte, hogy róla beszél, és hogy a testvér becsmérli a képességét, és lenézi őt. Ezt követően napokig negatív volt. Elfogultá vált a testvérrel szemben, és figyelmen kívül hagyta őt. Egyszer, amikor munkáról volt szó, a felügyelő rámutatott egy apró problémára Sheila munkájában. Ő hirtelen sírni kezdett és kirohant, és csak sokára tért vissza. Némán ücsörgött oldalt, könnyek csorogtak le az arcán, mintha mélyen megsértették volna.
Az arc kifejezése nem hagyott nyugodni, az eset megzavarta az összejövetelt. A felügyelőnek nem volt más választása, mint őt vigasztalni, amitől végül megnyugodott. A vezető elbeszélgetett vele, és rámutatott arra, hogy túlértékeli a státuszt, és mindenkinek rá kell figyelnie, hogy végezze a kötelességét. Ezt még kevésbé fogadta el. Egyrészt azt mondta, hogy a felügyelő elfogult, és a kritikája tisztességtelen. Közben azt is mondta, hogy neki nehéz a természete, és hogy szeretne megváltozni, de nem képes rá. Azt mondta, nincs számomra kiút. Hogyan lehet ilyen a természetem? Miért jobb nálam mindenki? Mások gondolatai miért nem ilyen bonyolultak? Miért nem adott nekem Isten jó természetet? Ez meglehetősen abszurd felfogás. Az. Amikor ezt meghallottam, azt gondoltam, milyen ellenszenves és észszerűtlen tőle. Hogyan hibáztathatja Istent? Igen. Aztán azt gondoltam, talán nincs jó állapotban. És csak azért mond ilyeneket, mert veszélybe került a státusza. Talán, ha javul az állapota, felhagy majd ezzel. Később rájöttem arra, hogy ő mindig korlátozónak érzi a másik arc kifejezését. Ha úgy véli, hogy valaki rideg vele, vagy nem tetszik neki az adott személy hangneme, arra következtet, hogy az illetőnek baja van vele. A vele való interakcióimban mindig nagyon óvatos voltam. Aggódtam, hogy valahogy megsértem őt, így negatív lesz és késik a kötelességével. Fullasztó volt Sheilával kommunikálni. Gyakran el akartam kerülni. De eszembe jutott, hogy én is romlott vagyok, és nem kéne kritikusan szemlélnem másokat. Gondoskodónak kell lennem, és együttérzőnek. Figyelembe kell vennem mások küzdelmét. Ezért rávettem magam, hogy normálisan kommunikáljak vele, és igyekeztem nem megsérteni. Mivel Sheila nem fogadta el az igazságot, észszerűtlen volt, és bomlasztotta a gyülekezetet, később a vezető elküldte őt, hogy vonuljon elgondolkodni. Igencsak meglepett, amikor hallottam a hírt, mert bár Sheila túlságosan foglalkoztatta a státusz, és gyakran volt gyanakvó, eléggé hajlott arra, hogy megnyíljon és beszélgessen. És úgy tűnt, hogy törekszik az igazságra. Miért kellett őt elszigetelni? Csak később egy összejövetelen kezdtem őt tisztán látni, amikor a vezetők Isten szavainak felhasználásával ízekre szedték a viselkedését. Isten szavainak melyik részét olvastátok? Nézzük meg együtt. Rendben. Mindenható Isten azt mondja, azok az emberek, akik észszerűtlenek és szándékos bajkeverők, csak a saját érdekeikre gondolnak, amikor cselekszenek, és azt teszik, ami nekik tetszik. Szavaik csak ostoba eretnekségek, és érzéketlenek az észérvekre. Ádáz beállítottságaik túláradnak. Senki sem mer érintkezni velük, és senki sem hajlandó az igazságról beszélgetni velük, mert félnek attól, hogy bajt hoznak magukra. Mások feszült állapotban vannak, valahányszor elmondják nekik a véleményüket, attól félve, hogy ha egyetlen olyan szót is kiejtenek, ami nem tetszik nekik, vagy nincs összhangban a kívánságaikkal, akkor belekapaszkodnak abba, és gyalázatos vádakkal illetik őket. Hát nem gonoszak ezek az emberek? Nem élő démonok ők? Akik ádáz beállítottságúak, és a józan eszük nem ép, azok mind élő démonok. És amikor valaki kapcsolatba kerül egy élő démonnal, egy pillanatnyi figyelmetlenséggel bajba sodorhatja magát. Hát nem jelentene-e nagy bajt, ha ilyen élő démonok lennének a gyülekezetben? Miután ezek az élő démonok kitombolták magukat, és kiadták dühüket, egy ideig talán embermódjára beszélnek, és bocsánatot kérhetnek, de azután sem fognak megváltozni. Ki tudja, mikor fog elromlani a hangulatuk,
és mikor kapnak újabb dűruhamot, előadva ostoba érveiket. A dűkitörésük és a kirohanásuk célpontja minden alkalommal más és más, mint ahogyan a kirohanásuk kiváltó oka és háttere is. Vagyis bármi kiboríthatja őket, bármi elégedetlenséget kelthet bennük, és bármi hisztérikus és észszerűtlen reakciót válthat ki belőlük. Milyen szörnyű, milyen bosszantó. Ezek a zavarodott, gonosz emberek bármikor elveszíthetik az eszüket. Senki sem tudja, hogy mire képesek. Az ilyen embereket gyűlölöm a legjobban. Mindannyiukat ki kell tisztítani, mindannyiukat el kell takarítani. Nem kívánok foglalkozni velük. Zavaros a gondolkodásuk, és brutális a beállítottságuk. Tele vannak ostoba érvekkel és ördögi szavakkal. Ha pedig valami történik velük, akkor indulatosan kiadják magukból. Annak ellenére, hogy nyilvánvalóan tudatában vannak saját számtalan problémájuknak, soha nem keresik az igazságot, hogy megoldják azukat, és önmaguk megismeréséről sem beszélnek, amikor másokkal beszélgetnek. Ha a saját problémáik kerülnek szóba, kibújnak a felelősség alól és hárítják azt. Minden problémát és felelősséget másokra kennek, sőt, még panaszkodnak is, hogy viselkedésük oka az, hogy mások rosszul bánnak velük. Mintha mások okoznák a dükitüréseiket és értelmetlen provokációikat. Mintha mindenki más lenne a hibás, nekik pedig egyszerűen nem lenne más választásuk, mint hogy így viselkedjenek. Azt hiszik, hogy ez jogos önvédelem. Valahányszor elégedetlenek, elkezdik levezetni a haragjukat, és ostobaságokat beszélnek. Ragaszkodnak képtelen érveikhez, mintha mindenki más tévedne, másokat gazemberként, magukat pedig az egyedüli jó emberként tüntetve fel. Bármennyit is hisztiznek, és bármennyi képtelen érvet is hoznak fel, megkövetelik, hogy szépen beszéljenek róluk. Még ha rosszat is tesznek, megtiltják másoknak, hogy leleplezzék vagy kritizálják őket. Ha akár csak egy apró hibájukra is rámutatsz, végtelen vitákba bonyolódnak, és akkor búcsút inthetsz a békés életnek. Miféle ember az ilyen? Olyas valaki, aki észszerűtlen és szándékosan bajkeverő, aki pedig így tesz, azt gonosz embernek tartják. Amen. Isten szava igen egyértelmű. A bosszantó és észszerűtlen emberek gonoszak. Mm-hmm. Igen. Az ilyen emberek, amint valaki olyat mond, ami veszélyezteti az érdekeiket, észszerűtlenül beszélnek és jelenetet rendeznek. Beállítottságuk annyira gonosz, hogy mások félnek szembeszállni velük. Komolyan megzavarják a testvéreket és a gyülekezet életét. Igen. Sheila egész idő alatt ilyen volt. Mikor rámutattak a problémáira, nem mérlegelte, hogy igaz-e, amit mondtak. Nem gondolkodott el rajta. Inkább a hangnemükre és a hozzáállásukra figyelt. Ha nem nyerték el a tetszését, kiborult. És vagy negatív véleményt alakított ki róluk, mivel úgy vélte, hogy bajuk van vele és lenézik őt, vagy pedig sírással adta ki magából a csalódottságát. Korlátozott másokat, így vagy elkerülték, vagy hozzáigazodtak. A felügyelőnk átnézte az öntözés során felmerülő problémákat, hogy segítsen nekünk fejlődni és jobban végezni a kötelességünket. De Sheila úgy vélte, a felügyelő kiemeli őt és felhánytorgatja a hibáit, ezért rossz véleménnyel volt róla. Amikor egy testvérünk arról beszélt, hogy nem tud tisztességesen bánni másokkal, Sheila azt hitte, hogy a testvér becsmérli és lenézi őt, így tudomást sem vett róla. Sőt, még bőgni is kezdett, hogy kiadja magából a sérelmeit, így nem mertünk vele konfrontálódni.
és csak nagyon óvatosan kommunikáltunk vele, nyugtatgattuk és mindent ráhagytunk. Ezután végezte a kötelességét. Nehezen kezelhető. Igen. Sheila éveken át így viselkedett. Mindenkiről rossz véleményt alkotott, aki megsértette a státuszát, vagy veszélyeztette az érdekeit. Még azt is mondta, hogy azért negatív, mert mások úgy állnak hozzá. Ami az igazság elferdítése. Nem pont olyan észszerűtlen, mint akiket Isten leleplezett? Mikor erre rájöttem, akkor értettem meg, hogy Sheilával nem csak az a probléma, hogy gyanakvó és státuszra vágyik, hanem hogy egyáltalán nem fogadta el az igazságot, és bosszantó, észszerűtlen ember. Igen. Sheila viselkedése valóban eléggé zavaró volt. Megzavarta a gyülekezet életét. Igen. Így van. Elgondolkoztam azon, hogy amikor láttam, hogy Sheila gyakran beszél az állapotáról, megnyilvánul a romlottságáról, szabályosan ízekre szedi saját magát az összejöveteleken, és még sír is, és megbánást mutat, miközben a romlottságáról beszél. Hogy gondolhattam, hogy tényleg ismeri önmagát, és törekszik az igazságra? Vajon mit értettem félre? Miután a testvérekkel, Isten szavaival közösséget vállaltunk, végre kezdtem tisztán látni Sheila úgynevezett önismeretét. Amikor egyesek az önismeretükről beszélnek, az első mondat, ami elhagyja a szájukat, az, hogy én ördög vagyok, egy élő sátán, olyas valaki, aki lázad Isten ellen. Engedetlenkedem vele szemben, és elárulom őt. Vipera vagyok, gonosz ember, akit átok kellene, hogy sújtson. Vajon igazi önismeret ez? Csak általánosságokban beszélnek. Miért nem hoznak fel példákat? Miért nem hozzák napvilágra azokat a szégyenletes dolgokat, amelyeket tettek, hogy boncolgassák azokat? Néhány ítélőképesség nélküli ember hallja őket, és azt gondolja. Na hát, ez igazi önismeret, hogy ördögnek ismerik, sőt, még meg is átkozzák magukat, micsoda magasságokat értek el. Sokan, különösen az új hívők, hajlamosak arra, hogy félrevezesse őket ez a beszéd. Azt gondolják, hogy a felszólaló tiszta, és van lelki megértése, hogy olyas valaki, aki szereti az igazságot és alkalmas a vezetésre. Ha azonban egy kis ideig kapcsolatba kerülnek vele, rájönnek, hogy ez nem így van, hogy az illető nem az, akinek elképzelték, hanem rendkívül hamis és csalárd, ügyesen színlel és álcázza magát, ami nagy csalódást okoz nekik. Vajon mi alapján lehet megítélni, hogy az emberek valóban ismerik-e önmagukat? Nem vehetjük csupán azt figyelembe, amit mondanak. Kulcsfontosságú, hogy megállapítsuk, képesek-e gyakorolni és elfogadni az igazságot. Akik valóban megértik az igazságot, azoknak nem csak önmagukról van igaz ismeretük, hanem, ami a legfontosabb, képesek gyakorolni is az igazságot. Nem csak beszélnek a valódi megértésükről, hanem arra is képesek, hogy valóban megtegyék, amit mondanak. Vagyis a szavaik teljesen összhangban vannak a tetteikkel. Ha következetesnek és elfogadhatónak hangzik, amit mondanak, de nem teszik meg, nem élik meg azt, akkor farizeusokká váltak abban, képmutatók és semmiképpen sem olyanok, akik igazán ismerik önmagukat. Sokan vannak, akik nagyon következetesnek tűnnek, amikor az igazságról beszélnek, azonban nem veszik észre, amikor romlott beállítottság tárul fel belőlük. Vajon az ilyen emberek ismerik önmagukat? Ha valaki nem ismeri önmagát, akkor megérti-e az igazságot? Mindazok, akik nem ismerik önmagukat, olyan emberek, akik nem értik meg az igazságot, és mindazok, akik üres szavakat mondanak az önismeretről, hamis spiritualitással rendelkeznek, hazugok. Egyesek nagyon következetesnek tűnnek, amikor szavakat és doktrinákat mondanak, de a szellemük állapota zsibbadt és tompa, érzéketlenek és nem reagálnak semmilyen problémára.
Azt mondhatjuk, hogy zsibbadtak, de időnként, amikor beszélni halljuk őket, a szellemük egészen élesnek tűnik. Például egy eseményt követően azon nyomban képesek megismerni önmagukat. Épp most vált nyilvánvalóvá bennem egy gondolat. Elgondolkodtam rajta, és rájöttem, hogy ez csalárdság volt, hogy becsaptam Istent. Néhány ítélőképesség nélküli ember irigykedik, amikor ezt hallja, és azt mondja. Ez az ember azonnal észreveszi, ha romlottság tárul fel belőle. Képes megnyílni és beszélni is arról. Olyan gyorsan reagál, éles a szelleme, sokkal jobb, mint mi. Tényleg olyas valaki, aki törekszik az igazságra. Ez vajon helyes módja az emberek értékelésének? Nem. Mi alapján kellene tehát értékelni, hogy az emberek valóban ismerik-e önmagukat? Nem csak az alapján, ami elhagyja a szájukat. Azt is meg kell nézni, hogy valójában mi nyilvánul meg bennük. A legegyszerűbb módszer az, hogy megnézzük, képesek-e gyakorolni az igazságot. Ez a legmeghatározóbb. Az igazság gyakorlására való képességük azt bizonyítja, hogy valóban ismerik önmagukat. Mert akik valóban ismerik önmagukat, azok bűnbánatot tanúsítanak, és csak akkor ismerik meg valóban önmagukat az emberek, ha bűnbánatot tanúsítanak. Ámen. Ámen. Megértettem, hogy akik igazán ismerik önmagukat, el tudják fogadni az igazságot. Szégyent éreznek a romlottság feltárása után, majd megtérnek és megváltoznak. Mások a megfelelő szavakat mondják, magukat sátánnak nevezve, mintha lenne önismeretük. De ha metszéssel szembesülnek, egyáltalán nem fogadják el azt, és nem gondolkodnak el. Sőt, védekeznek és hamis érveket hoznak fel. Látszólag bármennyire ismerik is önmagukat ezek az emberek, mindez csak trükk. Arra gondoltam, hogyan cseveget mindig Sheila az állapotáról, mondván, hogy az emberek arckifejezése és hozzáállása korlátozza őt. Azt is mondta, hogy ő maga csalárd és gyanakvó. A felszínen egyenesnek és őszintének tűnt, mint aki el tud gondolkodni a romlottságán. Néha még szó szerint sírt is beszéd közben. Úgy tűnt, megbánta és megveti önmagát. Ezért úgy hittem, törekszik az igazságra. Bár évek óta beszélt a magatartásáról, soha nem tűnt úgy, hogy megváltozott volna. Csak Isten szavain keresztül értettem meg, hogy Sheila úgy nevezett önismerete csak egyszerű színjáték. Valójában nem fogadta el az igazságot, és nem gondolkodott el magán. Gyakran fogalmazott meg tartalmasan hangzó, de üres kijelentéseket saját magáról. Mondván, hogy gyenge az emberi mi volta, csalárd, rosszindulatú, és antikrisztus, aki pokorra kerül. Úgy tűnt, alaposan ismeri önmagát. De amikor mások rámutattak a problémáira, vagy megmetszették őt, azt a legkevésbé sem fogadta el. Sőt, ellenállt, neheztelt és észszerűtlen volt. Vitatkozott arról, hogy mi helyes és mi helytelen. Annyira zavarta a testvéreket, hogy nem tudták végezni a kötelességüket. Komolyan zavarta a gyülekezet életét és munkáját. Igen. Korábban nem értettem az igazságot, nem láttam tisztán, így Sheila színjátéka félrevezetett. Azt hittem, törekszik az igazságra. Milyen ostoba voltam. Csak később jöttem rá, hogy Sheila nem azért beszélt magáról, mert az állapotának javítása érdekében az igazságot kereste, hanem csak meg akarta osztani a sérelmeit valakivel, aki megvigasztalja őt és segít enyhíteni a szenvedését. Igen. Ha nem értettél egyet azzal, amit mond, vagy leleplezted, egyszerűen figyelmen kívül hagyott. Így volt. Mindegy, hogy hány embernek nyílt meg. Mindig csak zavart keltett. Ha nem bocsátották volna el, és nem elemezték volna, soha nem láttam volna át rajta. Toleránsan és türelmesen bántam volna vele. És talán észre sem vettem volna, hogy félrevezet. Ekkor jöttem rá, mennyire fontos Isten szavain keresztül szemlélni az embereket. Igen. Igen.
Félrevezetett az önismeret cillelése, és elhittem, hogy Sheila törekszik az igazságra. Tényleg nem láttam tisztán. Ezt követően olvastam Isten szavaiból, és elkezdtem tisztán látni Sheila indítékait és a félrevezetési taktikáját. Mindenható Isten azt mondja, hogyan lehet felismerni, hogy valaki szereti-e az igazságot? Egyrészt meg kell nézni, hogy az illető képes-e megismerni önmagát Isten szava alapján, képes-e önvizsgálatot tartani és igazi bűnbánatot érezni. Másrészt meg kell nézni, hogy képes-e elfogadni és gyakorolni az igazságot. Ha képes elfogadni és gyakorolni az igazságot, akkor olyas valaki, aki szereti az igazságot, és aki képes alávetni magát Isten munkájának. Ha csak felismeri az igazságot, de soha nem fogadja el, és nem is gyakorolja azt, ahogy a némelyek mondják, minden igazságot értek, de nem tudom gyakorolni. Ez annak a bizonyítéka, hogy nem olyas valaki, aki szereti az igazságot. Egyesek elismerik, hogy Isten szava az igazság, és hogy romlott beállítottságaik vannak, és azt is mondják, hogy hajlandóak bűnbánatot gyakorolni, és újjá alakítani önmagukat. De azután egyáltalán nem történik változás. Szavaik és tetteik még mindig ugyanolyanok, mint korábban. Úgy beszélnek önmaguk megismeréséről, mintha viccet mondanának, vagy szlogent kiabálnának. Egyáltalán nem elmélkednek, és nem ismerik meg önmagukat a szívük mélyén. A fő probléma az, hogy nincs bűnbánó magatartásuk. Még kevésbé nyílnak meg őszintén a romlottságukról, hogy valóban önvizsgálatot tartsanak. Inkább tessék, lássék, végig mennek a folyamaton, majd úgy tesznek, mintha ismernék önmagukat. Nem olyas valakik, akik valóban ismerik önmagukat, és akik elfogadják az igazságot. Amikor az ilyen emberek önmaguk megismeréséről beszélnek, akkor csak színlelik a megismerést. Ez álcázás, csalás és hamis spiritualitás. Egyesek csalárdak, és amikor látják, hogy mások az önismeretükről beszélnek, azt gondolják. Mindenki más megnyílik, és boncolgatja a saját csalárdságát. Ha nem mondok semmit, mindenki azt fogja hinni, hogy nem ismerem önmagam. Így hát a forma kedvéért meg kell tennem nekem is. Ezután a saját csalárdságukat nagyon súlyosként mutatják be, drámai módon illusztrálva azt, így önismeretük különösen alaposnak tűnik. Mindenki, aki hallja, úgy érzi, hogy valóban ismerik önmagukat, és ezért irigykedve néz rájuk, amitől viszont olyan érzésük támad, mintha dicsőségesek lennének, mintha éppen glóriával ékesítették volna fel magukat. Ha ezt a tessék-lássék módon elért önismeretet álcázással és csalással párosítják, az félrevezet másokat. Vajon nyugodt lehet a lelki ismeretük, amikor ezt teszik? Hát nem égbe kiáltó családság ez. Ha az emberek csak üresen beszélnek önmaguk megismeréséről, függetlenül attól, hogy ez az ismeret mennyire magasztos vagy jó, utána pedig továbbra is romlott beállítottságot tárnak fel, ugyanúgy, mint azelőtt, bármiféle változás nélkül, akkor ez nem valódi önismeret. Ha képesek szándékosan így módon színlelni és megtéveszteni, az azt bizonyítja, hogy egyáltalán nem fogadják el az igazságot, és épp olyanok, mint a nem hívők. Azzal, hogy így beszélnek az önismeretükről, csupán a trendet követik,
és azt mondják, ami mindenki ízlésének megfelel. Vajon nem megtévesztő az önismeretük és önboncolgatásuk? Valódi önismeret ez? Egyáltalán nem. Azért, mert nem nyílnak meg, és nem szívből elemzik magukat, csupán hamis, megtévesztő módon beszélnek egy keveset önmaguk megismeréséről a forma kedvéért. Ennél is súlyosabb az, hogy azért, hogy mások csodálják és irigyeljék őket, amikor az önismeretükről beszélnek, akkor szándékosan túloznak, hogy problémáikat sokkal komolyabbnak tüntessék fel, belekeverve személyes szándékaikat és céljaikat. Nem érzik magukat lekötelezettnek, amikor ezt teszik. Nincs lelkiismeret furdalásuk, miután álcázzák magukat és csalnak. Nem éreznek semmit, miután lázadtak Isten ellen, és becsapták őt, és nem imádkoznak Istenhez, hogy bevallják tévedésüket. Hát nem makacsok az ilyen emberek? Ha nem érzik magukat lekötelezettnek, akkor vajon érezhetnek-e valaha is bűnbánatot? Igazi bűnbánat nélkül vajon képes-e valaki fellázadni a test ellen és gyakorolni az igazságot? Igazi bűnbánat nélkül vajon képes-e valaki valódi megbánást tanúsítani? Egész biztosan nem. Vajon nem abszurd dolog önismeretről beszélni, ha még csak bűnbánatot sem tanúsít? Nem csak álcázás és csalás ez? Ámen. Sheila éppen ezen a drámai módon jellemezte önmagát, amelyet Isten leleplezett, és súlyosnak írta le a problémáit. Igen. Szívesen beszélt az állapotáról másokkal, és az összejöveteleken Isten szavaival gondolkodott magáról. Mindig a legsúlyosabb szavakkal jellemezte önmagát. Kívülről úgy látszott, hogy alaposan ismeri önmagát, szörnyen bánkódik és gyűlöli önmagát. De mindez színjáték volt mások kedvéért, hogy azt higgyék, elfogadja az igazságot és ismeri önmagát. Ezzel az úgynevezett önismerettel félrevezetett és becsapott másokat. Elhitette velük, hogy bátran felfedi magát előttük, így nem látták őt tisztán, mégis csodálták. Igen. Sheila, amikor romlottságot fedett fel, azokkal a szavakkal jellemezte magát, amikkel Isten az antikrisztusokat. Mondván, hogy státuszra vágyik, hogy az antikrisztus útját járja. A státusz iránti vágy uralkodik rajta, és ha nem tér meg, ez a vágy megöli őt. De amint egy helyzet a státuszát fenyegette, visszatért a régi mintához. Így bár évekig közösséget vállalt az állapotáról, nem ért el változást. Igaz. A vezetők sokszor beszéltek vele a problémáiról, de nem hallgatott rájuk. És egyszer sem változtatott semmin. Sőt, elkezdett ellenállni, szüntelenül vitatkozott, és valótlan érveket hozott fel. Amikor látta, hogy mások félreteszik az egójukat és az igazságot keresik, nem volt képes tanulni az erősségeikből. Ehelyett úgy vélte, hogy ők jó természettel születtek, míg ő nem képes gyakorolni az igazságot, mert Isten nem áldotta meg őt jó természettel. Nem vetette meg sátáni beállítottságát, hanem Istent hibáztatta, és szemrehányást tett neki, amiért nem igazságos. Ez világosan megmutatta Sheila démoni lényegét, és hogy abszurd és észszerűtlen. Isten szavainak feltárása nélkül elhittem volna, hogy törekszik az igazságra. Később találkoztam Isten szavainak egy passzusával. Mindenható Isten azt mondja, csak azok tartoznak Isten házához, akik szeretik az igazságot, csak ők az igazi testvérek. Gondolod, hogy mindazok, akik gyakran járnak gyülekezetbe, Isten házába, testvérek? Nem feltétlenül. Milyen emberek nem testvérek? Azok, akik idegenkednek az igazságtól, akik nem fogadják el az igazságot. Azok,
akik nem fogadják el az igazságot, és akik idegenkednek tőle, mind gonosz emberek. Mindannyian lelkiismeret és értelem nélküli emberek. Egyikük sem olyan, akit Isten megment. Ezek az emberek nélkülözik az emberi mi voltot, nem foglalkoznak megfelelően a munkájukkal, és álmokfutó módjára tesznek rossz dolgokat. Sátáni filozófiák szerint élnek, ravaszan manipulálnak, másokat pedig kihasználnak, magukhoz édesgetnek és becsapnak. Nem fogadják el az igazság legkisebb részét sem, és csak azért férkőztek be Isten házába, hogy áldásokat szerezzenek. Miért nevezzük őket álhívőknek? Mert idegenkednek az igazságtól, és nem fogadják el. Amint közlik velük az igazságot, elveszítik az érdeklődésüket. Idegenkednek tőle, nem bírják hallgatni, unalmasnak érzik, és nem tudnak ülve maradni. Egyértelműen álhívők és nem hívők. Nem tekinthetsz rájuk testvérekként. Ha nem érdekli őket az igazság, hogyan tudják gyakorolni az igazságot? Akkor mi szerint élnek? Kétségtelenül a sátán filozófiái szerint élnek, mindig ravaszok és agyafurtak, és nem rendelkeznek a normális emberi mi volt életével. Soha nem imádkoznak Istenhez, és nem keresik az igazságot, hanem mindent emberi trükkökkel, taktikákkal és világi ügyekre vonatkozó filozófiákkal intéznek, ami kimerítő és fájdalmas létet eredményez. Azok, akik nem szeretik az igazságot, nem hisznek igazán Istenben. Azok, akik egyáltalán nem tudják elfogadni az igazságot, nem nevezhetők testvéreknek. Csak azok a testvérek, akik szeretik és képesek elfogadni az igazságot. Kik azok tehát, akik nem szeretik az igazságot? Ők mind nem hívők. Azok, akik egyáltalán nem fogadják el az igazságot, idegenkednek tőle és elutasítják. Ők pontosabban mind nem hívők, akik beférkőztek az egyházba. Ha képesek mindenféle gonoszságot elkövetni, és megzavarni és megszakítani az egyház munkáját, akkor ők a sátán csatlósai. El kell őket takarítani, és ki kell őket vetni. Egyáltalán nem lehet őket testvérekként kezelni. Mindazok, akik szeretetet mutatnak feléjük, rendkívül ostobák és tudatlanok. Amen. Isten szavai révén rájöttem, hogy azok az igaz testvérek, akik szeretik az igazságot és el is tudják fogadni azt. Ők feláldozzák magukat Istenért és gyakorolják az igazságot. Talán nem ismerik alaposan önmagukat, de szeretik az igazságot, és Isten minden szavát gyakorolják, amit csak értenek. Bár előfordulhat, hogy vétkeznek, romlottságot fednek fel, és néha negatívvá válnak, mivel igazságra törekednek, amikor kudarcot vallanak, vagy megmetszik őket, el tudják azt fogadni Istentől, és elgondolkodnak önmagukon. Amikor felismerik a problémáikat, kijavítják őket, és fejlődnek. Csak az ilyen emberek igazi testvérek. Igen. Akik viszont nem fogadják el az igazságot, és idegenkednek tőle, nem hívhatók testvéreknek. Ha rossz az emberi mi voltuk, és gonoszat tesznek, ami akadályozza a gyülekezet munkáját, akkor ők gonosztevők és antikrisztusok, és még kevésbé hívhatók testvéreknek. Ők csak hamis hívők, akik beférkőztek Isten házába. Nem számít, mióta hisznek, Isten végül leleplezi és kiveti őket. Igen. Síla látszólag nem követett el nagy gonoszságot, de minden tettével megzavarta az emberek gondolatait és akadályozta őket kötelességeik végzésében. Akárhogy is beszélgettek vele, a legkisebb változás sem mutatta.
Ráadásul vitatkozott és észszerűtlenül viselkedett. Ez arra utalt, hogy Sheila természeténél fogva idegenkedik az igazságtól. Sheila az ördökhöz hasonló, és nem a mi nővérünk. A múltban nem értettem az igazság ezen aspektusát. Úgy gondoltam, amíg valaki hisz Istenben és elismeri a nevét, testvérként kell kezelni. Vakon együtt éreztem az ilyenekkel, és tisztánlátás hiányában támogattam őket. Így sok erőfeszítésem hiába való volt. Milyen ostoba voltam. Most, hogy Sheila elszigetelődött, már látom, mennyire igazságos Isten. Akik nem törekednek az igazságra, nem vethetik meg a lábukat a gyülekezetben, és őket Isten végül leleplezi. Igen. Igen, így van. Megértettem Isten jó szándékát is. Isten azért rendezett el ilyen helyzeteket, hogy tanulhassak belőlük. Több energiát kell fektetnem az igazságba. Isten szavain keresztül kell szemlélnem a dolgokat. Ámen. Hála Istennek. Fontos, hogy mindent Isten szavain keresztül szemléljünk. Igen. Amen.